Ezen a soron elsősorban étkezési szilva van. Mindenki, aki meglátja, hú, micsoda nagyok, jaj, de jó lesz pálinkának, ez nem pálinkának való, ebből sokkal inkább befőttet és lekvárt érdemes főzni, és legalább 3 hétig még a fán kell, hogy pihenjenek. A szilva magyarországi termőterületének zöme a Dunántúlon, valamint Pest és Bács-Kiskun vármegyében találhatóak. Arra felé a közepesnél is gyengébb termés várható. Másút, ha nem is sokkal, de jobbak a kilátások. A kertnek azon a részén, ahol aránylag védett helyen vannak a szilvafák, ott elmondható, hogy bő termés várható. Viszont ott, ahol érték a tavaszi fagyok, esetleg már a tavalyi aszály is úgy talált a fára, hogy nem volt a legjobb állapotban, ott bizony alig van szilva a fán. Nálunk több éréscsoportban vannak a fák, és elmondható, hogy elsősorban étkezési célra szerettünk volna szilvát termelni. Most ez már a 4. olyan évünk, amikor az időjárás igen-igen megviccel bennünket, tehát el fogunk gondolkodni azon, hogy hogyan tovább a gyümölcs termesztéssel kapcsolatban. Inkább csak így esszük frissen, vagy esetleg szilvás gombócot. A hajdúszoboszlói piacon is dübörög a szilva szezon. Az árak alig magasabbak, mint tavaly ilyenkor, bár az eltérések itt is nagyok. Akad termelő, aki 450-500 forintért árulja a gyümölcsöt, de akad 600, sőt 1000 forintos kilónként jár is. A szilvát általában magába szoktuk enni gyümölcsnek és eltéve, vagy pedig a veres szilvából főzünk úgynevezett szilvaciberét, amit az édesanyámtól tanultam, úgyhogy ez nagyon jó sok mindenhez szívesen. De levesnek is lehet, egyszerűen kompótnak is lehet használni, nagyon sok oldalú gyümölcs, és nagyon egészséges. Azt hiszem, egy kicsit háttérbe van szorulva ilyenkor a többi elegánsabb gyümölcsök mögött, de szeretjük és szívesen fogyasztjuk. Idén 6000 hektáron termett szilva Magyarországon, 10 éve még harmadával nagyobb volt a termőterület. A tavalyi asszály és az idei fagyok miatt 40-50 ezer tonnás termésre számít az ágazat. Én imádom a szilvát. Befőttnek, levesnek, mindennek. Lekvárnak. Igazán jó évben 80 ezer tonna is volt már a termés mennyiség, de például 3 éve 25 ezer tonnát sem ért el.